Ja, sok szeretettel köszöntök mindenkit a Blik meg győző podcast adásában, a Dumáljuk meg következő adásában, aminek azért örülök nagyon, mert újra egy kettes számmal kezdődő személyszám, édes, nagyon kedves kolléganőm és ismerősöm és barátom, és sok mindent el lehet róla mesélni, ül most velem szemben, mindjárt fel is fedjük a kilétét. Bármelyik Blik felületen tudtok minket nézni, YouTube csatornákon is hallgatni. Az a színésznő, akivel ma beszélgetek, ő rohanva ide beült a székébe, és a kis mink nélkül is gyönyörű, hozzáteszem, beült ide a székébe, és ott Jézusom, azt hittem, hogy a rádióadást, és tök őszintén lecsontozza, beszélgetek mindig mindenkivel, és azt mondtam neki, hogy ez nyugi, ez csak egy beszélgetés, tehát hogy én nő vagyok, és igazán nő. Én nem is tudom, ha valaki azt mondja nekem, hogy nő vagy színésznő, akkor elsősorban ő jut az eszembe. Egy nő, egy diva, egy alternatív, egy sztár, egy nem is tudom hova sorolni, a beszélgető partnerem, tehát akkor Pokorni Lia. Gyönyörű vagy. Ne szórakozz! Kicsit pakonál, mert jönnek a gyerekek, főztem. Tök jól nézve ki, és én nem tudom, te hogyha létezne egy ilyen skála például, akkor hova tennéd magad? Mert tudom, hogy az alternatív világból, ahol én, kicsit a perifériáról, nincs erről papírunk, jöttél, de mégis egy igazi nő vagy, egy igazi nevettető, egy akinek jó humora, drámai színésztő és sztár is, meg nem tudom, hogy te most hol tartasz? Ki vagyok? Igen, hogy hol? Hol tartasz? Ki vagy te? Köszönöm szépen, ez egy... Én is próbáltam fogalmazgatni, hogy én hova teszem magam, de végülis valahogy valami olyasmit fogalmaztam meg, hogy az ember kap valami képességet, így születésénél fogva, hogy azt érdemes valahogy visszaforgatni. Az, amit a jó Isten adott neked, azért én azt gondolom, ez nem jár nekem, hanem azt azért kaptam, hogy azt így vissza tudjam rakni a közösbe. Hogy mi vagyok, persze mondhatod, hogy színész, vagy mondhatjuk, hogy színész, mert alapvetően ez a feladatom, meg szeretem is csinálni. De akkor inkább azt gondolom, hogy egy olyan ember, aki hisz a közösségben, és hiszek abban, hogy valahogy jobbá lehet tenni a világot azáltal. Most az oldalra, baloldal, amiket nem is tudom, mi volt a címe, de posztitekkel csináltál. Igen, azt már nem én csinálom. Már nem csinálom ezt a darabot. Már nem csinálod? Nem. Ja, akkor összebahisztál a menedzsereddel, vagy mi van? Történt egy szakadás, igen, és de most lesz egy sanzonestem. Igen. Igen, igen. De most csak azért, ezt azért akartam kidombolítani, mondod a közösséget, és ehhez képest volt egy önálló est, amit egyedül csináltál, igen, ami igen. Brutális sikerrel ment, és hihetetlen emóciókat váltott ki mindenkiből, egy interaktív színházi dolog, ami a maga műfaját tekintett egyedülálló dolog volt. És tudom, hogy te neked nagyon fontos az emberek, meg a visszajelzések, meg az, hogy te mit adjál, de tényleg kevés ilyen, ez a jó szó, amit mondtál, önazonos embert ismerek, itt pontosan tudja, hogy hol tart, vagy, és látszik, hogy ahogyan belefeszülsz a bőrödbe, és meg az intellektusodba, hogy te pontosan tudod, hogy mi a helyed, ezért aztán nem fogsz különösebben eltéve érni. De mégis most sokat nevetünk, amikor találkozunk, vagy volt egy beugró műsor, és amiket tényleg iszonyatosan jó humorod van, ezt mindenki tudja, és nagyon szeretjük, de nagyon sok oldaladra valójában nem ismertünk meg, és elmondok neked egy sztorit, és akkor majd mondasz rá, amit mondasz, jó? Tudom, hogy itt rólad van szó, csak most egy sztori, ami kapcsán el tudunk indulni. Van egy baráti társaság, amin 20 éve ezelőtt kb. Elmentem egy házi buliba, és ott elég sok válnaszerpet, meg minden egyébet ittunk meg este, és a hajnali 2 körül kimentem a teraszra, egy nagy polgári lakást, kimentem a teraszára, felálltam a terasznak a korlátjára, hiszen egy ilyen brutálisan nagy életű ember voltam én is, és még szerintem az is vagyok, és megbillentem egy picit a teraszon, és hál' Istennek ott volt egy ilyen rótköt, vagy egy ilyen szállító kötel, amiben belekapaszkodtam, a harmadik emelet, és nem lett semmi bajom, majd lefeküdtük szépen aludni, másnap fölkeltem, kimentem a teraszra, és ahogy kimentem a teraszra, az a döbbenet fogadott, hogy az a kötél, ami ott volt tegnap este, az a szállító kötél, az valójában nem is volt ott. Tehát...
Tehát valaki megmentette akkor az életemet. És szerintem most tudod, hogy miről akarok beszélni. Az igen. Egész angyal. Sorsszerűségről. Azt gondolom, hogy igen, ez a mai napig működik bennem, hogy vannak ilyen nagyon erős megérzéseim. Mondhatom azt, hogy jó, nyilvánvalóan mindenkinek van, tehát ez nem egy ilyen ördöglakat, de néha egészen nagyon érzékelek akár jövőbeli dolgokat, vagy irányokat, vagy azért mondom, hogy energia, mert nagyjából szerintem valahogy úgy működik az egész, hogyha egy emberrel találkozol egy emberrel, van egy érzésed, egy benyomásod, millió rétege van, ami fölülírja. Az, hogy ő közben kedvesen mosolyog, iszonyú jó dolgokat mond, az, hogy mit tudom én, tényleg egyébként úgy tök jó fej, nagyon hasonló érdeklődési körötök, nem tudom, de itt hátul van valami, ami itt hátul van valami, amit úgy érzel, hogy valami nem stimmel. És olyan furcsa, hogy el szoktam kezdeni gyakorlatilag, tehát olyan, mint hogyha megelevenedne egy kép előttem, hogy mi lesz az a probléma, ami x idő múlva generálódik, mert és ilyenkor, amikor van az a rossz érzés, egyszerűen definiálom magam, mit érzel most. Az, hogy ez ember mellé beszél, van egy pont, nem mindenhol, de melyik részen beszél mellé? Ha ott, amikor pénzről beszélgetünk, akkor ő mellé beszél. Tehát biztos, hogy lesznek anyagi problémáink. Rövid időn belül helyette kínálni fog dolgokat, de ebből konfliktusunk lesz, és valószínűleg hosszú távon lesz konfliktusunk, mert közben próbál kompromisszumokat kötni, de érted? Szóval egyszerűen azt érzem, hogy ezek két perc alatt föltérképezhető dolgok, és ezt most nevezhetjük akárminek, angyalnak, vagy nem angyalnak, vagy energiának, vagy szerintem annyira lehet... Tehát akkor dolgok egyszerűek, vagy bonyolultak? Hát nagyon bonyolítjuk, de halál egyszerűek. Én nem húz egy féket akkor be az az energia nálam, amikor például igazán el tudnám mondani, és el is akarom, és el is mondom a véleményemet valamiről. Mert te elmondod. Nem mindig, nem, győző. Valamikor blokkom van, valamikor félek, valamikor gyáva vagyok, ez nem igaz. Tehát, hogy én se tudom mindig elmondani a véleményem. Tudom, hogy te nagyon szerettél, vagy szeretsz valakit, vagy szerettél valakit, akit sajnos tragikus körülmények között elhunyt. Kollégám is, nekem is barátom volt, hogy tudsz még úgy szeretni? Vagy érted? Amíg benned az a fajta igazi kraft? Igen, mert azt gondolom, hogy mindig azt hiszük, hogy a szerelmet másik ember váltja ki, de az az érzés, az bennünk van. Tehát, hogy persze lehet azt mondani, hogy jobban szereted a, nem tudom, egyik barátodat, a távolik meg kevésbé, de amikor szerelmes vagy, akkor azon a hőfokon vagy szerelmes. Tehát, hogy nem tudok máshogy szeretni, mert én így reagálok, meg az én érzéseim így reagálnak. És én is azt gondoltam, hogy úristen, szerelem az csak egy emberrel, és csak nem, többször lehet az ember szerelmes. Volt olyan szerelem az életemben, hogy nem is találkoztam azzal az emberrel, csak egy képen megláttam, és tudtam, hogy végzetes. Tényleg? Uh-huh. És utána akartál vele találkozni, vagy is nem találkoztál vele soha? De, találkoztam. Találkoztál. Mi történt azon a napon? De ugye, hogy én tudnám, hogy valaki oda van értem. Tudott róla, nem? Ő nem tudta, csak az, hogy pár óra múlva kiderült, hogy ez ilyen... Tehát amikor azt érzed, hogy így... Nem értem, ez mi, ez nem értem. És olyan, mint hogyha innen a szívedből így egy vezetéket így azonnal így odahúztak volna a másikhez, és így történik egy olyan összekötés, ami azért zavarba ejtő, mert semmilyen épkézláb magyarázat nincs rá, nem értem, csak azt tudom, hogy annyira ismerlek, annyira tudolak minden gondolatod, mozdulatod és érzésed, hogy teljes mértékben össze vagyunk kötve. És amikor azt mondod, hogy energiákról beszélünk, ezeket az energiákat megtalálod mondjuk egy túrázás alkalmával is? Mert hogy mostanában nagyon rákattottál. Nagyon. De nagyon. Tehát, hát én igen. Hogy te rengeteget, heti szinten sok-sok kilométert beleteszel abba a csodálatos
lábad van, de hogy komolyan. De mi van? Mi ez az egész? Hát figyelj, én mondjuk én nagyon sokat éltem gyerekkorom is a természetben. Ugye? De úgy 5 éve indult el, amikor akkor is éppen egy ilyen nagyon fura mély állapotban voltam, tehát egy ilyen mélyrepülés, amikor a Pap János kollégánk a Centrál Színházban, akit én végtelenül szeretek, tisztelek, és már-már ilyen atyai, apukám engedélyével, ilyen atyai szeretete van, ilyen mindig úgy hív, hogy a, vagy úgy hív, hogy a pótapám. És az volt, hogy ültem otthon, és éreztem, hogy most nagyon nem vagyok jól, hogy valamit olvasni, ami elveszi a figyelmem. És pont így a Janó minden utazására, amit a feleségével ugye elutaztak, csinált egy ilyen útinaplót. És így pont néztem, hogy mondom, ott vannak sorban, miért nem vettem le eddig? És leemeltem az elsőt, és nem bírtam abba hagyni. És éreztem, hogy nekem, úristen, pont erre a tisztaságra van szükségem. Ez, hogy így beengedték a friss levegőt az ablakon, és azonnal hívtam, hogy Janó, elmehetek veletek. És akkor jöttek a Janó, az unokája, meg a Misit vittem magammal, és akkor indult az, hogy hívjunk még a barátokat, nem tudom, és kialakult a bakancsosok, ugye, akik így folyamatosan járunk túrezni, de hát most legutóbb, ami oda nem mindenki jött, mert az egy kemény túra volt a Tátrában, és megmásztuk a Riszit, ami azért, tehát a Riszi az egy olyan csúcs, amire, tehát amit emelkezi, hogy milyen a csúcs, egy csúcs. Tehát, hogy nem azt nézze, hogy felmészed, de ott tűz egy csúcson. Mit a mesekönyvben? Mondjuk dupla csúcsos, de egy mész, és egy idő után elfogy a talaj, ami egyébként általában nem a talajon mész, hanem a hatalmas bazaltköveken, ami dőlünk. És már eleve oda fölérni is azért, mondjuk egy 1250 méteres emelkedő, nem emelkedő, tehát 1000 szint különbség, az már úgy, igen, egy 22 km túra. És amikor így elfogy így az út, a túraút, és azt látod, hogy így el kell kezdeni mászni föl a sziklára. És tudod, hogy úristen, és nézel le, de ott fönt lenni, és körbenézel, és azt érzed, hogy atyaisten, mi mit gondolunk, hát, hogy mi irányítjuk ezt a világot. Tehát beletúráztál a mi kis falunk sorozatba is. De tudod, hogy túráztam akkor Janóval, aztán amikor 4-en mentünk, és gyönyörű ősz, és azt éreztük, hogy Istenem, de jó, hogy egyetlen kollega most rajtunk kívül a Janóval. Nem kell színházzal, nem kell filmmel foglalkozni, végre kiszabadultunk, csak a csönd, és az semmi meló. És mondja Janó, azért gyertek, van itt egy nagyon jó kis kocsma, ami a tetsz a kocsmája. Egyébként, hogy tök jó kis kocsma, iszunk egy forralt bort. Megyünk az utcán, és egy kamera itt a szemem mögött az összes kollega mellett. De ez nagyon jó. De aztán belekerült, és ez tök jó. Igen. Tök jó, és mert csak akkor miután lassan a vége a beszélgetésnek, hogy most éppen mi a aktuális. Nem a... hanem a munka, amit csinálsz. Igen. Amit most szívesen azt mondod, hogy... Igen, amit most nagyon szívesen csinálok, az a Sanzon estem, és annak október 3-a lesz a bemutatója, mert lett volna márciusban. Sanzonos, milyen sanzonokat énekel? Magyar sanzonokat, illetve egy francia van közte, de nem ismertek. Egy-egy igen, de vannak benne olyan dalok, amik alapvetően nem sanzonok, de mi azt csináltuk belőle. Még tudnék még sok mindent kérdezni, hogy beszélgetni, de most itt a vége, nagyon örülök, hogy eljöttél, és remélem, hogy te kis sok boldogságot okoztunk. Figyeljétek az energiákat, figyeljétek mindent. Viszitek az ember mögé, hát ha tényleg félre beszél, hogy hát tényleg láttok valami jelet, ami miatt nem érdemes belemenni, se üzleti, sem baráti, sem semmilyen kapcsolatban. Alapvetően azt gondolom, hogy szeressük az embereket, és öleljük át a környezetünket, ahogy ők is tesznek velünk, és tényleg peace, és love, és minden, amit te is vagy, meg én is, tehát tényleg vigyázzunk egymásra, úgyhogy ennyi volt a Dumáljuk meg, a Blik meggyőző podcast adása, műsora, hallgassatok, nézzetek a Blik minden felületén, és bárhol az éterben ott vagyunk, úgyhogy jövünk vissza egy következő izgalmas vendéggel. A 10 legfontosabb ember, akivel akartam beszélni, mindjárt betelik, vagy mindjárt lejár, és onnantól kezdve jön a következő kérés, hogy nekem itt volt 10 emberem, most majd ti jöttök, ha akartok, írjatok nekünk is, akkor én megkeresem őket, és beszélgetünk, kikkel akartok mélyebben találkozni, vagy viccesen találkozni, vagy bárhogy találkozni, akkor írjatok nekünk, és teljesítjük az igényeket és a kívánságokat, úgyhogy sziasztok! Jövő héten találkozunk.